Miklós Andrea vagyok, Kolozsváron születtem, 1999-ben. 17 évesen olimpián lenni, ez nagy megtiszteltetés volt számomra, vagyis nem is gondoltam, hogy ez lehetséges lehet, viszont nagyon bíztam abban, hogy megméretkezhetek a legnagyobb sportolókkal a világon, és tényleg egy nagy élmény volt számomra. Akkor hittem el, hogy igazi jó sportoló lehet belőlem, amikor az első nagy versenyt megnyertem, vagyis a Fotéra mentünk, és 400 méteren versenyeztem, és meg is nyertem. Az Európa-bajnokság között és a világbajnokság között persze, hogy a világbajnokság volt a legfontosabb, mivel ott volt az én korosztályom, és ott kellett megmutatnom a maximumot, úgyhogy ott kellett elérjem a legjobb időt, amit volt bennem az idén. A következő cél, a következő periódusra az, hogy 52 alatt szaladjak. Szerintem ez a legnagyobb vágy, ami be kell teljesítsek, és persze egy érmet szerezni, ha lehetséges, a jövő évi Európa-bajnokságon, és részt venni a világbajnokságon is, az felnőtt világbajnokságon. Persze, hogy gondolkozok, hogy a következő olimpián is részt vegyek, viszont itt már azt szeretném, hogy egyénileg is részt vegyek a 400 méteren. Szerintem számomra az érettségi volt a legnehezebb az idő, mivel hogy nagy volt a stressz, mindig csak arra gondoltam, hogy alig várom már, hogy befejeződjön, szóval szerintem az érettségi volt, és aztán az utána levő periódus, amikor úgy látszott rajtam, hogy nagyon megviselt az a periódus, viszont nagyon jól sült el a világbajnokságon is, és az Európa-bajnokságon is viszont. Akármikor visszatérek Kolozsvárra, nagyon-nagyon jó érzést tölt el, vagyis érzem azt, hogy otthon vagyok, és nagyon szeretek itt lenni, és szeretek itt edzeni, szeretem az itteni pályát, és nem mennék sehova máshova edzeni több időre, mint egy hónap, kettő, mivel már megunnám, és tényleg nagyon szeretem Kolozsvárt, és itt nőttem fel, és itt is akarok maradni. Ahhoz, hogy egy igazi sportoló legyél, és magas szinten csinált, szerintem nagyon fontos az, hogy a többiek együtt legyenek veled, támogassanak. Persze, hogy számít a környezet is, de viszont számít az is, hogy mennyire vagy tehetséges, mennyire vagy odaadó, és munkaképes, vagyis, hogy szeresd azt, amit csinálsz, és hogy végig csak erre gondolj, és ezt akard elérni.